Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, napirenden az antidemokratikus, aránytalan választási rendszer megváltoztatását célzó Mi Hazánk indítvány, mert a jelenlegi igazságtalan rendszer a Fidesznek biztosít kétharmados parlamenti többséget, miközben soha nem volt kétharmados választási eredménye, kétharmados választói felhatalmazása, sőt, többször 50% alatt végeztek. És napirenden a Karácsony Gergely által, persze még 2014-ben alkotmányellenesnek minősített, de a mai napig hatályos önkormányzati fővárosi közgyűlési választást szabályozó rendszer megváltoztatása is, hiszen bár amióta Karácsony Gergely haszonélvezője lett ennek a szerinte egyébként alkotmányellenes rendszernek, azóta ezzel még sincs baja, nem nyújtott be indítványt se a megváltoztatására, sőt, hangosan ellenzi, hogyha valaki rendet szeretne tenni az ő korábbi kritikáik nyomán is, amely nyomán Budapesten a 0,5%-os párbeszéd túlhatalmának véget vethetnénk, hiszen antidemokratikusan ad a torz fővárosi választási rendszer túlhatalmat ugyanúgy a párbeszédnek a fővárosban, ahogy az országgyűlési választási rendszer pedig a Fidesz túlhatalmát biztosítja. Bizony, a jelenleg hatályos, a Fidesz által 2014-ben bevezetett fővárosi választási rendszert maga Karácsony Gergely is alkotmányellenesnek minősítette. Az államfőtől azt kérte akkor, hogy ne írja alá a törvényt, aminek megváltoztatása kapcsán most fasizmust emleget a főpolgármester. Karácsony Gergellyel együtt összesen 57-en fordultak az Alkotmánybírósághoz, most viszont a balliberális pártok a DK-tól a Jobbikon át a Párbeszédig azt az antidemokratikus választási rendszert védik, melynek bevezetésekor diktatúrát kiáltottak. Nézzünk is egy kis korabeli lapszemlét. A Népszava 2014. május 30-ai cikkének címe: káoszt, működési anomáliákat okozhat egy új, vegyes választási rendszer bevezetése. Aztán jött a Népszabadság, 2014. május 31-i cikkének címe: mindent vinni akarnak, egyértelműen sérül az arányos képviselet elve. Aztán ugyanúgy a Népszabadság, 2014. július 12-i címe: a fővárosi közgyűlés akár egyszínű is lehet. Ugyanezen a napon a Népszava: alig ha lesz legitim az őszi választás, címmel közölte a cikkét, és benne például olyan megállapításokat, hogy az alkotmányos elvekkel ellentétes átalakítás megkérdőjelezi az új szabályok szerint megválasztott fővárosi közgyűlés legitimitását, értékelték a jogvédő szervezetek. Ez már egy akkor is bevált fogalom, recept volt a balliberális oldalon. Azt is írták, hogy Budapesten megszűnt a pártlistákra való szavazás lehetősége, és vele együtt a fővárosiak közvetlen képviselete. Kunhalmi Ágnes pedig a törvény vitájában hagyott maradandót szokása szerint, ahogy átnézegettem a jegyzőkönyveket, olyan idézeteket találtam tőle, mint például, hogy ez egész egyszerűen választási manipuláció, hova tovább csalásnak nevezném. Itt nem fog érvényesülni a választók akarata, ez egy nagyon aránytalan és antidemokratikus rendszer. Értik? Ezt arra a rendszerre mondta, aminek most haszonélvezői, és aminek megváltoztatásáról hallani sem akar. Elképesztő, hogy néhány év távlatában is ilyen köpönyekforgatást tudnak végrehajtani. Kunhalmi Ágnes úgy folytatta, hogy ha önök a fővárosba beültetik a polgármestereket, akkor nem történik más, mint részérdekek csataterévé fogják silányítani Budapestet. Meg fog bénulni Budapest, és működésképtelen lesz. Nagyon nem vitatkozhatunk vele, bár ez már inkább a szivárványkoalíciónak a bűne is, az elvtelenül egyesült program nélküli szivárványkoalíció bűne, hogy tulajdonképpen a működésképtelenség és a fizetésképtelenség határára is sodorták Budapestet. Tisztelt országgyűlés, Kálmán Olga sem igazán remekel, parlamenti képviselőként legalábbis. Ő azt nyilatkozta a minap, hogy a kormánypárt soha nem vesz napirendre ellenzéki javaslatot. Ezt a valótlanságot mondta, mert azért a valóság azért úgy néz ki egészen konkrétan, még ha látszólag lenne is benne igazság ebben a kritikában, hogy
2010 óta 40 ellenzéki javaslatot vettek tárgysorozatba, köztük Szabó Tímea párbeszédes képviselőnek az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló, és Karácsony Gergelynek is a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát tárgysorozatba vette az országgyűlés. Ez tehát az igazsághoz hozzátartozik. Míg az országgyűlés házbizottságában a baloldali pártok kizárólag a NATO bővítést javasolják mindig napirend kiegészítésként idegen érdekek alapján, a finnek ügyében pedig sajnos már célt is értek a kormánynál, mint azt tudjuk, nagy koalíciós jelleggel megszavazták, és sajnos időkérdése, ez fog történni vélhetően a svédek NATO bővítése, az oroszok provokálása a világháború felé tett újabb lépés esetében is. Nos, de eközben, miközben a baloldalnak tehát nincs más témája a házbizottságban a napirendet illetően, addig a Mi Hazánk mozgalom a mai napra is számos javaslatot tett, például az alkotmányos mulasztások orvoslását, konkrétan pedig a készpénzfizetés alkotmány alaptörvényi védelmét is javasoltuk ezen túlmenően, a BTK szigorítás célzó törvényjavaslatunk napirendre vételét, azonban a Fidesz ismét nem támogatta ezeket, csak a választási rendszer reformját. Ez is siker persze, és ezt is köszönjük, de nem elégséges. Az ellenzéki pártoknak minden esetre, az ellenzéki pártok közül minden esetre egyedül a Mi Hazánk mozgalomnak van programja és receptje a választói felhatalmazás nélküli kétharmados parlamenti többség, tehát a Fidesz túlhatalmának megszüntetésére, pedig nem csak a Mi Hazánk kapott fele annyi százaléknyi mandátumot a kétszer akkora választási eredménye ellenére, valamilyen mértékben minden ellenzéki párt kárvallottja ennek a választási rendszernek, de úgy tűnik, hogy a balliberális pártok örök ellenzékiségre, megélhetési politizálásra rendezkedtek be, a kényelmes semmittevést választják inkább. Budapesten pedig mindeközben a fél százalékos párbeszédnek, a 0,5%-os társadalmi támogatottságú önállóan elindulni is képtelen párbeszédnek ad így, nyilvánvalóan antidemokratikusan hatalmat a torz választási rendszer. Nem csak főpolgármesterük lehet ilyen politikai paktumoknak köszönhetően, meg polgármesterük, hanem fél tucatnyi fővárosi kerületben van még alpolgármesterük is. Például a főváros legnépesebb kerületében is hiába csak egyetlen egy képviselője van a párbeszédnek, abból rögtön alpolgármestert kellett csinálni, miközben például az ugyanúgy egy mandátummal rendelkező Mi Hazánk mozgalom, mely mandátumot szerzett Újbudán ugyanebben a testületben, hát annak természetesen nem jár ilyen. Minden esetre az a túlhatalom, ami a párbeszéd kapcsán megnyilvánul, az mindenképpen most már törvénymódosításért is kiállt. Tisztelt országgyűlés, fél siker az, hogyha csak a párbeszéd túlhatalmát, hogyha csak a fővárosi választási rendszer aránytalan, igazságtalan modelljét sikerül megváltoztatni, hiszen hát egyrészt mondjuk szeretnénk Gyurcsány Ferencet is elszámoltatni, és még sok mindenre rábírni a kormányzatot, amivel kapcsolatban sokszor teszetosszaságot mutat, vagy kifejezetten semmit tevést. De fél siker abban az értelemben is, hogy az igazán fontos, az nyilvánvalóan az országgyűlési választási rendszer igazságosabbá tétele volna. Nem tudjuk, hogy a Fidesz mire készül az árulszavazáson pontosan. Elképzelhetőnek tartjuk, és elemzések is megjelentek ugye arról, hogy ha meg is szavazzák az országgyűlési választási rendszer aránytalanságát orvosni kívánó határozati javaslatunkat, akkor egyszerűen ezt nem hajtják végre, mint ahogy látunk alkotmányos mulasztásokat is. Ugye az Alkotmánybíróság határidővel megjelölve, legtöbb esetben már lejárt határidejű alkotmányos mulasztást látunk, amikor orvosolnia kellene, vagy kellett volna az országgyűlésnek bizonyos alkotmányellenes és jelenleg is fennálló alkotmányellenességeket. Erre tulajdonképpen a kormánypártok, maga a kormány is fittyet hány, törvénytelenül működhet a kormány, és az országgyűlés is e tekintetben az Alkotmánybíróság minden lejárt határidejű kritikája, jogalkotási felszólítása ellenére. Hát egyel több vagy kevesebb, ugye hol érdekelni ezt a kormány. Így tehát nincsenek kétségeink afelől, hogy csodát egy ilyen túlhatalommal szemben nem tehetünk. Ezért az előbb említett félsiker, amiről beszéltem, az a tekintetben is értelmezhető, hogy ha már most itt napirendre tesszük, és elindul róla egy társadalmi vita,
akkor azt gondolom, előbb-utóbb meg kell hátráljanak a kormánypártok. Láttunk már ilyet, például a politikusi álláshalmozás esetében, számtalan alkalommal kellett ezt itt 2010-től kezdve elmondanom, bár le is szavazták, de előbb-utóbb mégis megvalósulhatott, hogy az országgyűlési képviselők nem lehettek tovább 2014-től egyszerre mondjuk polgármesterek, vagy akár még megyei közgyűlési képviselők is. Így ugyanígy ezt gondolom, hogy nem tartható ez a torz választási rendszer, amely még nem polgárháborús, de kétségkívül komoly társadalmi feszültséget, veszélyt jelent Magyarországra nézve. Kinek az érdeke? Tehetnénk föl a kérdést a törvényjavaslatok kapcsán, és kétségkívül el kell ismerjem, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak érdeke volna egy igazságosabb, arányosabb választási rendszer, hiszen a legutóbbi választási eredményünk esetén, ha ugyanannyi százaléknyi mandátumunk lenne, mint ahány, mekkora százaléknyi választási eredményt elértünk volna, akkor, mint elértünk, akkor most nem 6, hanem 12 fős frakciója lenne a Mi Hazánk mozgalomnak. És ugyanez igaz a fővárosi közgyűlési választási rendszerre. Így tehát igen, a mi érdekünk, mellesleg még több pártnak is lehet érdeke, hogy mondtam, az országgyűlési választási rendszer megváltoztatása, arányossá tétele tulajdonképpen minden jelenlegi ellenzéki pártnak érdeke, és a fővárosi választási rendszer is, például a kutyapártnak is természetesen lehet érdeke, de azt gondolom, hogy mégis téves az a kérdés és az a megközelítés, hogy kinek az érdeke, mert sokkal helyesebb az a megközelítés, hogy mi az igazságos társadalmilag, mi a demokratikus, ha kicsit polkorrektebben akarom megközelíteni ezt a kérdést, és egyértelműen az az igazságos rendszer, ami leképezi a választói akaratot. A kormánypártok a Mi Hazánk zsarolásának is engedtek, jelentek meg ugye ilyen elemzések is ebben a nagy választójogi reform vitában, és hát azt gondolom, hogy igen, sikernek tekintjük, hogy a kormánypártok napirendre engedték, és reményeink szerint legalább megszavazzák, hogy aztán végrehajtják-e az egy újabb kérdés, vagy esetleg egy év múlva megint módosítják az országgyűlési választási rendszert. Ezek újabb és újabb kérdések, de mindenképpen már az fél siker, hogy egy társadalmi vitát tudtunk erről indítani, hiszen a többi ellenzéki pártnak semmilyen megoldási javaslata nincsen választásról választásra, épkézláb javaslata arról, hogy hogyan váltsák le a jelenlegi kormányzatot, nemhogy kormányzásra ellenzéknek is alkalmatlanok. Az önkormányzati választások előtt több mint fél évvel korrigálni a rendszert nem példátlan Magyarországon, és jobb későn, mint soha. Megítélésem szerint igazságos rendszer irányába egészen a választásokig bátran, a választási eljárás kezdetéig nyugodtan lehet. Az mindenképpen egy előremutató lépés. 1994-ben egyébként az MSZP-SZDSZ kormány 2-3 hónappal az önkormányzati választás előtt változtatta meg az önkormányzati törvényt. De ha valakit mégis az zavar, hogy ezt csak bő fél évvel a választások előtt módosítjuk, akkor kész vagyok előterjesztőként befogadni olyan módosító javaslatot, ami kitolná ennek határidejét akár az önkormányzati választást utáni időpontra. Annyit viszont kérnék cserébe egyfajta politikai egyesség keretében, hogy az indokolásba írja bele legalább a képviselő, de inkább a frakciója nevében, hogy ebben az esetben a módosító javaslat elfogadása, előterjesztői befogadása esetén készek támogatni az árulszavazáson is. Hiszen nekem meggyőződésem, hogy egy választási rendszernek, egy választási törvénynek normális esetben minél szélesebb parlamenti támogatáson kell alapulnia. A Fidesz volt az, amelyik pártot nem zavarta az, hogy még az alaptörvényt, még az alkotmányt is csak kormánypárti szavazatokkal fogadták el. Megítélésem szerint szélesebb társadalmi egyeztetés és egyetértés is szükséges volna. Tehát amelyik pártban hajlandóság mutatkozik, az általa is egyébként már 2014 óta alkotmányellenesnek minősített törvény orvoslására, akkor ezt egy módosító javaslatban, akár az indokolásban erre ígéretet téve, azt gondolom egy előremutató lépés lehet, és cserébe tudjuk Szabad István képviselőtársammal előterjesztőként vállalni, még ha, ahogy szokták is magukról mondani, a kétharmad útjai kifürkészhetetlenek, de a magunk részéről előterjesztőként mindenképp befogadjuk, támogatjuk azt a módosító javaslatot, ha ezen múlik, hogy az önkormányzati választás után lépjen csak életbe ez a törvény, de jobb későn, mint soha, előbb-utóbb orvosolni kell ezt az igazságtalanságot, és persze főként az országgyűlési választás igazságtalanságát is.
A 2014-ben bevezetett fővárosi választási rendszert szeretnénk tehát eltörölni, amely kizárólag Budapestre vonatkozóan más választási rendszert jelent, mint a vármegyék esetében. A vármegyékben arányos választási rendszer van, a fővárosban aránytalan, torz, igazságtalan, antidemokratikus. Hát ide jutottunk, hogy én kell legyek, úgy tűnik, a Mi Hazánk mozgalommal együtt az alkotmányosság és a demokrácia őre, mert már minden más párt csak a saját pillanatnyi hatalmi érdekeit nézi, és köpenyekforgató módon változtatgatja álláspontját. 2014-ben a jelenleg is hatályos törvényt alkotmányellenesnek minősíti, azóta pedig szemethúny, és amióta haszonélvezője, azóta inkább támogatja ugyanazt a javaslatot. Köpenyekforgató módon változtatgatják álláspontjukat, kivéve a Mi Hazánk mozgalmat. Tisztelt Országgyűlés, ami az országgyűlési választási rendszert illeti és a határozati javaslatunkat, az kétségkívül egy rövidebb, bár fontosabb, de mégis először az alapelvekben kell megegyezni, és az alapelvek tekintetében egyszerűbb. Míg az önkormányzati választási törvény tulajdonképpen egy Ctrl-C, Ctrl-V művelettel a korábban 2014-ig hatályos rendszert átültetve elég könnyen be tudtunk nyújtani, és előterjesztést tudtunk tenni, addig egy országgyűlési választási rendszernek első lépésben az alapelveiben kell megegyezni, utána lehet, hogyha van egyesség az arányosság megteremtésében, utána lehet beszélni mondjuk a Kubatov Gábor boszorkány konyhájában megrajzolt választókerületi határok átírásáról, tehát több tíz, több száz oldalnyi választójogi törvény megalkotásáról, hiszen a mi javaslatunk bár megőrizni a választókerületeket, de nem feltétlenül 106-ban gondolkozunk, és semmiképp sem ilyen mesterséges, amőba alakú választókerületekben gondolkozunk, ahol Kubatov Gábor fantáziájának és a választókerület határának, még a Duna sem szabott határt, Trianonban is korrektebbek voltak Kubatov Gábor rajzaihoz képest. Van olyan választókerület, amelynek egyik településéből a másikba a választókerületen belül nem vezet út, tehát mindenféle természetes földrajzi, társadalmi szempontokat figyelmen kívül hagyva csak Kubatov Gábor boszorkánykonyhája, a Kubatov listák szolgáltak leginkább alapul a választókerületek megrajzolásához is. Tehát ezt egy alapos szakmai munka kell kövesse, ha sikerül most megegyeznünk, és éppen ezért is nem szeretnénk volna elmerülni a részletekben, abban szeretnénk megegyezni, és ebben szeretnénk színvallásra kényszeríteni a pártokat, a balliberális pártokat is, hogy támogatnak-e egy arányos választási rendszert. Ami az országgyűlési választás bár nyilvánvalóan fontosabb, mint a csak fővárosra korlátozódó választási modell, tehát bár fontosabb, de kétségkívül nem olyan sürgős, mint a nyakunkon lévő önkormányzati választás miatt a fővárosi közgyűlési választási rendszer reformja. Ezért most először alapelvekben kell megállapodni, ehhez a határozati javaslat ezt célozza, és utána lehet társadalmi vitát is folytatva a részletszabályokra térni. Természetesen ennél a javaslatnál volt már számos bővebb, hosszabb javaslatunk, mint akár a ma a Törvényalkotási Bizottság napirendjére kerülő BTK szigorító törvényjavaslatunk. Ahogy hosszabb javaslatunk is volt már, mint az előbb említett Ctrl-C, Ctrl-V-vel nagyjából így készült önkormányzati törvénymódosításunk, mely a jelenlegi alkotmányellenes, a balliberális pártok által korábban alkotmányellenesnek minősített törvény helyére a korábbi, a jelenleginél mindenképpen jobb, arányos választási rendszert helyezni. A Mi Hazánk határozati javaslata szerint egy olyan országos választási rendszert kell megalkotni, amely a hatályos német modellhez hasonlóan szavazatarányos mandátumelosztást eredményez. Az egyéni választókerületi rendszert eközben ugyanúgy megtartanánk, ahogy a főpolgármester jelölt közvetlen választását is, hasonlóan az államfő választáshoz, legalábbis hasonlóan a Mi Hazánk mozgalom álláspontjához, programjához, mert mi a köztársasági elnököt is közvetlen népáltali választással szeretnénk államfői posztra segíteni. Mi nyílt lapokkal játszunk, ezért nem csak programunk van, hanem jelöltünk is. Jelöltünk egyedül volt talán a balliberális pártok mellőzése során, egyedül ellenzéki jelölt volt Popé Gyula az államfői posztra, és azt gondolom, hogy azzal, hogy nyílt lapokkal játszunk, egyértelművé tesszük azt is, hogy milyen rendszert szeretnénk.
És beszéljünk végül arról, hogy miért mi nyújtottuk be ezt a javaslatot, mert bár azt mondtam, hogy nyilvánvalóan érdekünk, mind a fővárosi, mind az országgyűlési választási rendszer megváltoztatása, hogy ne fele annyi mandátumot kapjunk, mint ahány százalékot elértünk a választáson. De nem csak ezért szeretnénk igazságosabb választási rendszert, hanem a társadalmi szempontokat is előtérben tartva, önmagában a társadalmi feszültségeket csökkenteni, hogyha egy igazságosabb, arányosabb választási rendszer jöhetne létre. Ez nekem szívügyem, az Országos Választási Bizottság tagja is voltam, majd később 2010 óta egyfajta választójogi szakpolitikusként számos javaslatot tettem itt az országgyűlésben. Miként fővárosi önkormányzati képviselő is lettem 2019-ben, abban az értelemben, hogy a legnépesebb kerület Újbuda helyi önkormányzati képviselőjévé választottak. Szívügyem tehát a választójogi rendszer igazságosabbá tétele, és hát a sors iróniája, hogy épp az én javaslataimat tárgyalja ma az országgyűlés, aki jó magam, Vona Gábor korábbi nyilatkozata szerint a fideszes képviselők által a leginkább utált politikus vagyok. Egyrészt, mert a választási csalásaik alapjait képező Kubatov listákat feltártam, Kubatov Gábor erről szóló hangfelvételének megszerzésével és nyilvánosságra hozásával 2010-ben a kuruc.info hírportálnak is köszönhetően. De főként azért nem szeretnek engem a Fidesz képviselői, mert javaslatom és hosszú küzdelmem nyomán a politikusi álláshalmozás tiltását sikerült elérnem 2014-re. Tehát, hogy országgyűlési képviselő az ne lehessen mellette még polgármester, megyei közgyűlési képviselő, egyszerre két-három állást is betöltve, de ebből minimum azt gondolom a polgármesterség és az országgyűlési képviselőség olyan főállás, ami által a politikus bűnözés törvényesített formájának is joggal neveztem oly sokszor ezt a gyakorlatot, ami a Fidesz mamelukjai körébe volt különösen elterjedt, hiszen nem csak, hogy úgy vettek föl több helyről főállású fizetést, hogy nem látták el ezt a feladatot, de talán ennél is nagyobb probléma, hogy valóban elérhetetlenek voltak a képviselők, polgármesterek a választóik számára. Nem lehet egyferékkel több lovat megülni, és ehhez hasonlóan kellene most még orvosolni azt, hogy a fővárosi közgyűlésben valamennyire még megmaradt ez a politikusi álláshalmozás, hiszen polgármesterek, a főállású polgármesterek kell, hogy beüljenek még a fővárosi közgyűlésbe is, ha tetszik, hanem egyébként ebben a rendszerben, amit ugye maga Karácsony Gergely is kifogásolt. 2014-ben úgy nyilatkozott, hogy problémás az is, hogy a kerületi polgármesterek automatikusan különválasztás nélkül a fővárosi közgyűlés tagjává válnak, miközben az alaptörvény szerint elvileg a helyi önkormányzati képviselőket, így a fővárosi önkormányzati képviselőket is elvileg a választópolgárok közvetlenül választják. Hát nem ez történt, hiszen csak polgármesternek választották őket, éppen ezért is tartom indokoltnak, hogy változtassunk ezen. Akkor is, hogyha Tarlós István elhatárolódott a Mi Hazánk Mozgalom törvény javaslatától, bár szerintem nem egészen olvasta el, hiszen mi a közvetlen főpolgármester választásnak nem vetnénk véget, de akármilyen megfontolások alapján is ellenzi Tarlós István a Mi Hazánk Mozgalom javaslatát, mi kitartunk mellette, és már ha ezt elfogadják, azt is félsikernek tekintjük. Értem én persze, hogy mind Tarlós István, mind Karácsony Gergely számára az a kényelmes, hogyha a fővárosi közgyűlési képviselők inkább csak más ügyekkel, a saját kis kerületi dolgaikkal foglalkoznak, viszont mégsem helyes az, hogyha a főváros érdekképviseletét ellátni hivatott fővárosi közgyűlésben nem fővárosi közgyűlési képviselők, hanem olyan személyek ülnek, akik inkább polgármesterek, és inkább csak a kerületeik érdekeit nézik. Hát nem csoda, hogy nincs sokszor közös fővárosi álláspont, nincs a magyarság fővárosának egységes akarata, politikája iránya. Talán ezért is ért egyet Tarlós István Karácsony Gergellyel. Tisztelt országgyűlés, zárásként hadd ajánljak még öt olyan további választójogi reformot a figyelmükbe, amire szükség volna a mai lépéssorozat megkezdését követően, és imádszak színszavakban, de szükség volna a visszahívhatóság, a képviselők elszámoltatására időközi visszahívhatóságának megteremtésére, szükség volna a képviselők mentelmi jogának eltörlésére,
És ami a választójogot illeti, az írni-olvasni tudáshoz, vagy ahogy ez kivitelezhető, az alapfokú iskolai végzettséghez való kötése a választójognak szintén nem halogatható tovább, hiszen ha egy gépjárművet sem lehet vezetni alapfokú iskolai végzettség nélkül, akkor az ország vezetésébe való beleszóláshoz azt gondolom szintén joggal követelnénk meg az alapfokú iskolai végzettséget. Szeretnénk továbbá a szavazatvásárlásnak és más csalásoknak, más akár törvényesített csalásoknak is véget vetni, hiszen jelenleg úgy módosították a törvényt, hogy már mikrobusszal is lehet szállítani a szavazókat, tehát azt gondolom, hogy a különböző törvényesített csalási formáknak is véget kellene vetni. És végül ötödik pontként, ami szintén a választások tisztaságával, az egész rendszer működő képességével összefügg, az a média, és nem csak a média viszonyok, hát a média felügyelet kérdése is, hiszen mi korábban a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, az ORTT-ben minden parlamenti pártnak volt delegátja, addig 2010 óta első lépése volt a kormánynak a média megszállása és a média felügyelet kisajátítása, csak a Fidesz delegátjai kapnak helyet az ORTT jogutódjában, a média tanácsban. Ez azt gondolom olyan hasonlóan nagy jogsértés ez, olyasmi jogsértés, mint hogyha képzeljük el, hogy nem a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, hanem a választások tisztaságát ellenőrző legfontosabb testületekben, a szavazatszámláló bizottságokban csak a Fidesz delegátjai kapnának helyet. Hát hasonló abszurdum, azt gondolom ezt is, ezért előbb-utóbb véget kell vetni ennek. Bízom tehát abban, hogy a visszaívhatóság megteremtésétől kezdve az előbb említett ötpontos javaslatcsomagunk is előbb-utóbb az országgyűlés napirendjére kerülhet érdemben, hiszen összefügg ez mindazzal a választójogi reformmal, amit a Mi Hazánk Mozgalom végre most napirendre sikerült, amit a Mi Hazánk Mozgalomnak napirendre sikerült juttatnia itt az országgyűlésben. Bár nem tudjuk, hogy melyik párt most épp hogyan forgatja a köpönyegét, hiszen minden párt képviselt ebben homlok egyenes az ellenkezőjét is, mint amit épp most mond. Minden esetre egyedüli következetes pártként szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom a választójogi rendszer teljes reformját. A torz aránytalan, igazságtalan, antidemokratikus rendszer helyett egy az országgyűlési választás tekintetében egy német modellen alapuló, a fővárosi közgyűlési választási rendszer esetében pedig a vármegyei listákhoz hasonló arányos választási rendszert, mely hűen tükrözné a választói akaratot. Köszönöm a figyelmüket!